Tehát itt nem a pedagógus bérekről van szó. Én azt gondolom, hogy legfontosabb az most már a diákoknak a terhe, a pedagógusoknak a terhe, a szabad tankönyv választás, a tananyagnak a mennyisége, a minősége, tehát tényleg általános iskolás alsó tagozatos gyerekek is olyan szinten le vannak már terhelve, amit nem kellene. Az infrastruktúrának a fejlesztése nagyon-nagyon el van maradva. Én azt gondolom, hogy tényleg én gyerekként ugyanezekben a padokban, székeken ültünk, mint a mostani gyerekek. Tehát legfőképpen én azt gondolom ezért. Hát, illetve még ugye a sztrájk törvénynek a kiüresítése, és ugye a fizetés, ami szintén azért megalázóan alacsony. Kevesen kérdeznek rá az infrastruktúrára konkrétan, ha itt pár példát ki kéne emelni, hogy látja, mik lennének azok a legfontosabb szempontok, amikben mindenképpen javítani kéne, és nem évek múlva, hanem most. Mindenképpen én azt gondolom, az eszközöknek a fejlesztésében kellene akár egy tornaterem. Nagyon sok iskolában ugye bevezették ezt a mindennapi testnevelést, de nincsenek meg a megfelelő feltételek ehhez. Nincsenek meg a megfelelő eszközök, ugyanúgy például alsó tagozaton is a rengeteg szemléltető eszköz, játékok, tehát ami akár egy udvari játék, akár egy benti játék, kisebb gyerekeknek ugye mondjuk egy esős idő alkalmával, amikor el kellene foglalni a gyerekeket. Tehát ez mind-mind ilyen apróbb dolgoknak tűnnek, de ha így összetesszük, akkor azért sok. Hogy látja a kanizsai megítélését a pedagógusok között a sztrájknak? Itt beszélgettünk forgatás előtt, 5 iskola csatlakozott, hogyha jól emlékszem. Igen, igen, változó létszámmal vettek részt, hol kevesebb, hol több kollega csatlakozott. Én azt látom, hogy sokan mellé állnak, sokan egyetértenek ezekkel, amiket én is ugye az elején elsoroltam, viszont nem mindenki mer beleállni. Nagyon sokaknak elérték ugye ezt a megfélemlítés, a fenyegetések, kell azt, hogy nem mernek esetleg nyíltan beleállni a tiltakozásba, hanem csak így mondjuk egymás között beszéljük meg a dolgokat, de szerencsére azért sokan vagyunk itt Kanizsán is, több iskola is ugye magas létszámon vett részt, de országos szinten is szerencsére ez azért, én azt gondolom, hogy nagy létszámot mutat. De úgy látja, hogy ha ez az egzisztenciális megfélemlítés nem lenne, akkor mondjuk Kanizsán is még többen állnának az ügy mellé, vagy akár most is tankerületben, vagy a folyosón, vagy bárhol odasúgnak, hogy ők is csatlakoznak, csak nem mennek el mondjuk egy fotóra. Igen, egyrészt ugye ez az egzisztenciális félelem van sokakban, másrészt pedig van, aki azt mondja, hogy így, ahogy kiüresítették ezt a sztrájk törvényt, tehát hogy úgy kell sztrájkolni, ahogy, amilyen feltételekkel, így sokan azt mondják, hogy nem is érdemes, tehát ez ilyen bohóckodásnak gondolható, és sokan például ezért sem állnak bele, tehát itt több rétű, én azt gondolom, az, hogy ki miért nem. Mi lehet a folytatás? Ugye pár napja jött egy bejelentés Gulyás Gergely részéről a béreket illetően. Azért e kapcsán is erős indulatok korbácsolódtak fel, hogy úgy fogalmazzak. Folytatódhat nekem még a demonstrációk? Én azt gondolom, hogy most az látszik, hogy a társadalom is nagyon a pedagógusok mellett áll, tehát ez a szerencse, hogy most már nem csak a pedagógusok tiltakoznak, hanem szülők is, nagyszülők is mellénk álltak, hiszen ők is érzik a saját gyerekeiken, hogy mekkora teher egy gyermeknek ma már az iskola, tényleg a rengeteg tananyag, ami olyan pluszt ró a családokra, és emiatt én azt gondolom, hogy folytatódni fog. Tehát most ugye következő október 27-ére lett meghirdetve, én azt gondolom, hogy addig nem lesz megállás, amíg itt valamilyen konkrét dolgok nem történnek, meg ígérgetni azért azt mindenki tud, majd hisszük, ha látjuk. Utolsó utáni kérdés, bocsánat, csak nekem is nagyon fontos ez a téma. Úgy lehetett látni, akár mondjuk kommentekben, vagy személyes kommunikációban is, hogy volt bizony egy olyan rész a társadalomnak, aki akár a politika hergelése miatt, hogy úgy fogalmazzak, tanár ellenes lett, mert hát ott van a nyári szünet, meg a téli szünet, minek ez az egész, ez akkor visszaesik, úgy érzi? Én azt gondolom, hogy mindig lesznek ilyen hergelések. Nem okos dolog ez, hogy a politikát belevonjuk, és nem is kellene, én azt gondolom. Abszolút nem a politikáról szól ez. Ezt félre kellene tenni. Itt a pedagógusokról szól, a gyerekekről szól főként, az iskola körülményeiről, az oktatás körülményéről, színvonaláról szól ez az egész, tehát abszolút nem a politikát kellene emögé tenni. Mondjuk természetes, hogyha a
valamilyen sztrájk van, teljesen mindegy, hogy pedagógus vagy bármilyen, akkor egy ellenzék mindig tök mindegy, hogy ki a kormány, én azt gondolom, mindig mellé fog állni, hiszen kihasználják ezt a helyzetet, ezzel nem tudunk mit csinálni. Több tüntetésen is megkérték, hogy ne legyenek politikai feliratok, ne legyenek politikai sugallatok. Most, hogyha mellette vannak ezzel, mi nem tudunk mit tenni, de én azt gondolom, hogy talán ezt félre lehet tenni, illetve talán azokban is, akikben ez az ellen szél, vagy érzik ezt az ellentétet a pedagógusokkal szembe, talán egy kicsit ők is tájékozódnak, és itt azért sok-sok olyan cikk is megjelent már, ami pontosan leírja, hogy mi a munkája pedagógusnak, mit csinál egy pedagógus, az a nyár az nekünk sem szabad, vagy nem vakáció, hanem az a szabadságunk, mi máskor nem tudjuk kivenni. Ezt olyan sokszor elmagyaráztuk, mert mindig lesz az, aki nem érti meg, ezzel nem tudunk mit csinálni, ezt el kell engedni. De talán csökken a szám azoknak, akik nem értik meg. Bízunk benne, azért mondom, hogy talán az internet ebben tud segíteni, mert tényleg rengeteg pedagógus leírta már Facebook posztokba, hogy miből áll egy pedagógusnak a munkája, az élete, és talán egyre többen ezt, ha olvassák, egyre több ember, én azt gondolom, hogy ugye beszélgetnek az emberek, talán fölvilágosítják egymást, és talán megértik. De még egyszer mondom, nem az a tisztünk, hogy most mindenkit meggyőzzünk, aki ellenünk van, az a nem tudunk mit csinálni, az akkor legyen ez az ő véleménye, ez az ő nézete, nem tisztünk, hogy mindenkit meggyőzzünk.